Sziasztok, én Tárnok Zoltán vagyok, ti pedig a hoc.hu YouTube csatornáját nézitek, remélhetőleg újra. Ma meg fogom nektek mutatni azt, hogy hogy tudtok otthon professzionálisan, jó minőségben lézervágni. Tartsatok velem! A mai adás abban a szempontban mindenféleképpen speciális, hogy magát a gépet, a lézergravírozót tavaly már bemutattam nektek, hiszen ezt a gépet tavaly júniusban vásároltam, és akkor készítettem róla egy cikket, illetve készítettem róla egy videót is. Az akkori videót avval zártam, hogy nagyon örülök ennek a gépnek, hiszen karácsonyra nagyon szép karácsonyfa díszeket fogok tudni készíteni a páromnak, a fiaimnak pedig tudok majd készíteni mindenféle 3D-s puzzle-t. Nos, ebből nem lett semmi. Ennek az az egyszerű oka volt, hogy nagyon sokat kísérleteztem, ugyan, de nem sikerült olyan vágási éleket, olyan tiszta, szép vágást csinálni vele, amilyenre számítottam, és eltelt a nyár, jött a szezon, dolgoznom kellett, úgyhogy nem maradt több időm a kísérletezésre. Viszont idén tavasszal úgy döntöttem, hogy újra nekiveselkedek, újra megpróbálom, és meglátjuk, mi lesz belőle. Rengeteget olvastam utána a neten, hogy mire lenne szükségem ahhoz, hogy szép vágásokat tudjak készíteni, szép vágó éleim legyenek, amikor 3D puzzle-t készítek. Ennek az eredményre lett az, hogy vásároltam két dolgot ehhez a lézergravírozóhoz. Egy új fejet, és vásároltam egy alátét lemezt, amiről majd egy kicsit később beszélni fogok, mert először magáról a fejről szeretnék beszélni. Amikor a gépet vásároltam, még nem lehetett ezt a fejet kapni, hozzá az S2LF24V, tehát 24 voltos gravírozókhoz használható fej. Ennek több előnye is van a régihez képest, például a fókusz hossza nagyobb, nagyobb a teljesítménye, kevésbé vibrál, jobban vezérelhető, és ami nagyon-nagyon fontos, lehet hozzá kapni egy olyan szerkezetet, aminek az a neve, hogy Air Assist. Az Air Assist egy nagyon egyszerű szerkezet, arról szól az egész, hogy valamilyen módon hűtőlevegőt kell juttatnunk arra a felületre, amit vágunk. Ez a lézerfej alkalmas arra, hogy felszereljük rá ezt az Air Assist kiegészítőt. Ennek a felszerelése igazából teljesen egyszerűen zajlik. Le kell szerelnünk magáról a fejről azt a kúpot, ami gyárilag rajta van. Ennek a helyre tudjuk föltenni azt a kis fúvókát, amin keresztül a lézersugár meg fog érkezni a vágandó anyagra, és amin keresztül ez a hűtőlevegő is meg fog érkezni ide a vágandó anyagra. Néhány imbusz csavart kell kicsavarnunk, hogy össze tudjuk rakni. Ezek után nincs más dolgunk, mint fölcsatlakoztatni rá a gumicsövet, amit mellé kapunk, fölcsatlakoztatni azt a kis szelepet, amin keresztül szabályozni tudjuk a levegő mennyiségét, és rákötni egy kompresszort, ami nyomni fogja nekünk a levegőt az anyagra. Én erre a célra ezt a kis akkumulátoros kompresszort használtam egyelőre, nem túl tökéletes, pont azért, mert hogy akkumulátoros, és sokkal jobban lenne egy állandó tápfeszültséggel rendelkező, mert ebből állandóan lemerül az akkumulátor. De a tesztre ez is teljesen megfelelő volt. Az Air Assist tehát arra szolgál, hogy szép legyen a vágási él azon az oldalon, ahol a lézer az anyagot éri. Viszont van egy másik probléma is, hiszen hogyha letesszük ezt az anyagot, amit vágunk valahova valamilyen felületre, akkor az alatta lévő részen, ahol a két felület összeér, ott is össze tud gyűlni a hő, és meg tud égni az anyag. Erre a célra egy teljesen más eszközre lesz szükségünk, nem túl bonyolult, nem túl drága eszközre, mégpedig rá. Ő egy alátét lemez, amit azt mondják, hogy mélysejt mintázatú alátét lemez, azért mélysejt mintázatú, mert az alumínium lemezek, amik benne vannak, ilyen mélysejteket mintáznak, és ez a szerkezet ez arra szolgál, hogy erre rátehessük a vágandó anyagot, és ne égjen meg a felület alul sem. Ez egy teljesen egyszerű dolog, egy alumínium keret, benne ezek a meghajtott alumínium lemezek, illetve néhány rögzítő, amikkel föl tudjuk az anyagot erre a táblára rögzíteni, ezt tudjuk betenni a közepére a gravírozógépnek, és ezen keresztül tudjuk majd aztán az vágást elvégezni. Ennek van egy kis kiegészítője még, mégpedig egy újabb alumínium lemez, ez nálam már látszik, hogy el van színeződve, ez azért van elszíneződve, mert elég sok égés termék keletkezik a vágás közben, és ez elszínezte ezt az alumínium lemezt. Ezt azért kell használnunk, hogy berakhassuk a mélysejt mintázatú alátét alá, és hogyha ezt használjuk, akkor nem fog megégni az asztallap. Tehát igazából ez a két dolog kell ahhoz, hogy tökéletes vágást tudjunk csinálni. Hiszen a felső rész rá fogja pumpálni a levegőt, lehűti vágás közben az anyagot, nem engedi megégni. Az alsó rész pedig nem engedi összegyűlni a hőt a vágandó felület alatt, és ott sem fog megégni így aztán.
Ear Assistnek és az Alátét lemeznek több hasznát is vehetjük. Az egyik, hogy rengeteg időt spórolunk a használatukkal, hiszen egy menetben ki fogunk tudni vágni 3-4-5 mm-es rétegelt lemezeket is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lézer erősségét 80-90-100%-ra felvehetjük, a kocsi sebességét, ami a fejet mozgatja, beállíthatjuk ilyen 130-140 mm per percre, és ezzel a megoldással egy menetben fogunk tudni vágni. A videóban látható mamut kivágása például nálam 2 napig tartott, ez egy nagyjából másfélszer másfél méteres rétegelt lemez tábla elhasználását jelentette. Hogyha azt feltételezzük, hogy nem egy menetben, hanem mondjuk 2-ben vagy 3-ban tudtuk volna csak viszonylag szépen égés nélkül kivágni ezt az anyagot, akkor a mamut kivágására szánt 2 nap nem 2 nap lett volna, hanem 4 vagy akár 6 nap, tehát belátható, hogy rengeteg időt spórolunk meg. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az égésen mindenféle égés termékek keletkeznek. Ez már igaz a rétegelt lemezre is, hiszen ott ragasztót találunk, de vághatunk természetesen mindenféle egyéb dolgokat és műanyagot is ezzel a géppel, és a műanyag vágása közben is keletkezik égéstermék, gyakorlatilag füst, amit aztán belélegzünk, és mindenki beláthatja, hogy ezek a belélegzett, elégetett ragasztók meg műanyagok nem tesznek túl jót nekünk. Nagyon-nagyon lényeges, hogy az Ear Assistet és az Alátétet használva a füstnek, tehát az égéstermékeknek a mennyisége nagyjából szerintem ilyen 10%-ra csökkenthető. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy itt nálam ebben a kis helységben, ahol fölveszem a videóimat, a vágás mellett egy kis Blitzwolf légtisztítót kapcsoltam csak be, és kiszűrt a levegőből azt az égés termék mennyiséget, ami keletkezett, lényegében szagmentesen tudtam vágni. Tehát ennek az új lézerfejnek, az Ear Assistnek és az Alátét lemeznek ez a három nagyon fontos jelentősége van. Az egyik a szép vágási minőség, a másik a rengeteg idő megspórolása, a harmadik pedig az égés termékeknek a csökkentése. Sajnos ehhez bele kell nyúlnunk a pénztárcánkba, és hát nem is olcsók ezek a dolgok. Ha nincs még ilyen lézer egységed otthon, akkor azt tudom javasolni, hogy a YouTube-on majd a videó alatt meg fogom adni a linket, ahol meg tudod vásárolni, ott mindenféleképpen azt az egységet, azt a megoldást választ, amihez már az új fejet kapod meg. Ez nagyjából ilyen 440 eurós költséget jelent. Ehhez még vehetünk nagyjából 80 eurós költséget az Alátét lemeznél, és akkor majdnem mindennel megvagyunk, hiszen már csak egy kompresszorra lesz szükségünk. Ha van ilyen kis akkumulátoros szerkezeted, akkor tudod használni ezt is. Hogyha szeretnél egy profibat, amit direkt erre a célra gyártanak, ajánlanak, akkor az is még egy olyan nagyjából 80 eurót tesz ki. Tehát ezek nem olcsó dolgok, de be kell látni, az Ortur Master 2 Pro sem egy belépő szintű megoldás, tehát hogyha valaki jó minőségben szeretne alkotni, dísztárgyakat készíteni, ajándékokat készíteni, akkor ez azt gondolom a minimum, amit érdemes lehet megvenni. A videó alatt természetesen meg fogjátok találni az összes linket azokra a termékekre, amiket én most itt a videóban felsoroltam és ajánlottam a megvásárlásukat. Meg fogjátok találni az előző videónak, tehát az Ortur Master Laser 2 Pro-nak a bemutatóját is. Remélem a vágóképek is meggyőznek majd titeket, de az írott cikkre mutató hivatkozás is megtaláljátok majd a YouTube-on a videó alatt. Remélem tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor most nyomjatok lájkot, osszátok meg az ismerőseitekkel, nyomjátok meg a harangot is, hogy nem maradjatok le egyetlen adásról sem, és iratkozzatok is föl a csatornára. Örülök, hogy végignézted ezt a videót, vigyázz magadra, legyetek jók, én hamarosan jelentkezem egy következő teszttel. Addig sziasztok!